Üdvözlöm Önöket, a Miskolc Televízió programajánlóját látják, már is mondom a részleteket, tartsanak velünk! Hamarosan megérkezik a várva várt Mikulás, a gyerekekre nagy feladat vár, hiszen a nagyszakállú csak a tiszta csizmákat tölti meg finom meglepetésekkel. Hogy ne csak az édességekről szóljon minden, és még különlegesebb legyen az ünnep, az állatkert is ajándékkal készül. December 6-án az érdeklődők megnézhetik a vörös róka, a rénszarvas, a gyűrűs farkú makik, vagy például a két pupú tevék etetését is. A börtönből frissen szabadult Ádámot 12 hét közmunkára ítélik. A mindig derűs pap Iván közösségébe kerül, különös alakok közé. Iván arra kéri Ádámot, tűzzön ki maga elé egy célt, mindegy, hogy mi az. Ádám a kert büszkeségét az almafát veszi célba, a gyümölcséből almás pitét akar sütni. Ádász küzdelem veszi kezdetét, mert a sátán sem tétlenkedik. Az Ádám almái színpadi változatának bemutatóját a játékszínben tartják december 6-án este 7 órától. Szombaton este 8-tól éjszakai fürdőzésre várja az érdeklődőket a Miskolctapolca barlangfürdő. A dolgos hét után kiváló kikapcsolódásnak ígérkezik az egészen éjfélig tartó program, ráadásul a sauna park is rendelkezésre áll majd. December 8-án, advent második vasárnapján pedig a Miskolctapolcai strandfürdőben tartanak majd sauna szeánszokat. Kedves nézőink, ennyi fért a mai programpontba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek minket legközelebb is. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsorszám és a Hat Nemzet Torna támogatója a Roland Divatház.